A jubileumi esemény pénteken kezdődött, amikor a Csillagfürt Néptánc Együttes és a Búzavirág Népdalkör adott műsort a kastélykertben. Majd Postás Józsival mulattak a kilátogatók, ezen az estén bált is tartottak az évforduló jegyében. Szombat délelőtt a Sajómenti Népművészeti Egyesület alkotásaiból nyílt állat a Simon udvarban, ahol Dávid István Szuhakáló község polgármestere méltatta a kiállítást. Az ünnepség a községháza udvarán folytatódott, itt elsőként Demeter Zoltán országgyűlési képviselő mondott beszédet, melyben az összetartozás jelentőségét hangsúlyozta, majd Szuhakáló polgármestere beszélt a település múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Ezt követően felavatták az emlékfát, amit Szarka József esperes szentelt meg. Az ünnepélyes pillanatokat követően Szuhakáló község önkormányzata, a Gárdonyi Géza tagiskola, a Zöld Titkok kastély tagovoda, a Szuhakáló orvosi rendelő és védőnői szolgálat, valamint a Szuhakáló polgárőr egyesület az emlékezés virágait helyezték el az emlékműnél. A rendezvényen közreműködött Simkó Rebeka és Orbán Zita, akik a Magyarország az én kedves, szép hazám című produkciójukat adták elő a résztvevőknek. A település életében ez egy jelentős időpont tulajdonképpen azért, ha belegondolunk a történelem, is igazolja, hogy a 700 év az azért már jelentős évszámnak minősül. Mi megpróbáltunk a 700 évnek megfelelő programsorozatot állítani, amivel meg tudjuk tisztelni ezt a települést, az elődünk, elődjeinket, azt a 700 évet meg tudjuk ünnepelni, ami mögöttünk van, és reméljük, hogy még sokkal több 700 év lesz előttünk. A jubileumi programok délután a kastélykertben folytatódtak, ahol elsőként a Galagonya Citera zenekar lépett a színpadra, majd a Zöld Titkok kastély tagovodába járók zenés-táncos műsorral mutatkoztak be. A kicsiket a Gárdonyi Géza tagiskola diákjai követték, majd az Ildi Rider zenekar híres lágerfeldolgozásokkal gondoskodott a jó hangulatról. Az est sztár fellépője Takács Nikolasz volt, aki saját dalaival és az X-faktorból már jól ismert dalokkal szórakoztatta a település apraja nagyját. Sok átvéreztük éjszaka, és egy érzés megnyit. Én veled tennék bárhogyan, csak hogy mellettem lehess. Emellett volt még mesterségbemutató, kézműves játszóház, interaktív rajzóra az Izsó Miklós képzőművészeti körrel, továbbá a Kazincbarcikai ifjúsági mazsorett együttes előadását is megnézhették az érdeklődők.